Hello, srácok! Csodaszép napot, reggel, estét, bármikor is nézed ezt a videót. Jelenleg nálam este van, éppen ugye már vége lett a Fed meeting közvetítésnek, hát előbbre nem jutottunk, elódázták az egészet márciusig, ugye jönnek a választások idén, úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy nagy-nagy beavatkozások, ami visszavetné a részvénypiacot, nem fog érkezni, úgyhogy maradhatunk egy kis izgalommal márciusi, viszont azt gondolom, hogy egyre inkább el fog múlani ennek a jelentősége. Én Denkler Miklós vagyok, minden nap elhozom neked a legfrissebb kriptohíreket, technikai elemzést, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, hogy ezzel is edukáljak az internet óta létező legesleg innovatívabb iparágról, ami amennyire innovatív, annyira volatilis, és ugye tudjuk, hogy ez nem csak egy technológiai csoda, a pénz evolúciójának a következő szintje, annak ellenére, hogy éppen árupiaci eszköznek van besorolva. Szóval ennyi a bevezető, feltétlenül meg kell, hogy osszam veled, hogy amit elhangzik, az nem pénzügyi és nem befektetési tanácsadás. Beszélünk különböző kriptoeszközökről, különböző stratégiákról, különböző hírekről, ahol ugye mások mondanak különböző előrejelzéseket. Ezt nem szabad készpénznek venni, tedd meg a saját kutatásodat, és döntsd el, hogy hosszú távra gyűjtögetsz, rövid távon tanulsz meg kereskedni, farmolni mész, stékelni mész, NFT-zni mész, és ennek megfelelően alakíts ki a stratégiát, tedd meg a kutatást, alakíts ki a stratégiát, és hozd meg a döntést, ami nagyon fontos, hogy a döntésedért mindig vállald a felelősséget, és nem, ez nem csak a kriptóra igaz, hanem az élet bármely területére. Szóval akkor elérkeztünk ahhoz, hogy tudom, hogy nagyon-nagyon meg szeretnéd nyomni a kövér lájkot. Kövér lájk az azt jelenti, hogy sok-sok szeretettel megnyomod a lájkombot, mert ugye segít a YouTube-nak, hogy minél több emberhez eljusson ez a videó, és ugye azáltal minél többen leszünk a kriptóba, ez neked is jó. A másik, hogy iratkozz fel a csatornára, még nem tetted meg, mert akkor mindig értesítést kapsz, amikor videót töltünk föl. Harangocskánál tedd át összesre. Oké, akkor lájkok megvoltak. Ugorjunk is bele, nézzük a kedvenc buborékos csártunkat, hogy mi történik odakint a piacon. Na hát látjuk, hogy vegyes a kép, nem sok mínusz látunk, nem sok mínusz látunk, Atom, OKB, Maker, Luna, NIR, sőt ugye előbb csináltam az angol nyelvű videót, akkor talán Luna, Atom még nagyobb mínuszokban volt, meg Phantom is, de egyébként Atom, meg Luna, főleg ugye Atom elég jól ment az előző napokban, illetve Matic is nagyon szépen ment tegnap, úgyhogy ők korrigálnak. Akik tegnap nem mentek, most ők kaptak erőre, Waves, Gala, Cadena, OMI, T-Fuel, Helium, Decred, Theta, Filecoin, Bora és VeChain is. A érdekes, hogy ma reggel az egyik angol nyelvű kriptocsoportba közétek egy Waves short szignált, és nagyon-nagyon nyomták, hogy álljunk neki shortolni a Waves, tehát én nem nagyon foglalkoztam vele. Hát most azon azok a shortosok mind get wrecked, azaz mind elsüllyedtek, meg hát elvesztették a pénzüket, ezért kell óvatosan és a saját analízised szerint csinálni bármit, mert bármilyen szignál, hogyha azt nem megfelelő kockázatkezelése kezelik, az veszélyes lehet. Oké, nézzünk rá, Bitcoin enyhe, majdnem 1% pluszban, 30.000-nél voltunk 38.000 felett is. Meg fogjuk nézni a egy perces csárton, hogy a Fed live alatt milyen érdekesen mozgott a csárt. Ethereum 2500-nál van, egész erős lett ma az Ethereum, 3%-kal van följebb, és ugye voltunk picivel még följebb, 2600 tájékát. A többiek meg korrigálgatnak, talán Cardano mindig érdemlegesen egy picit előre kapott ma ADA. Nézzük, mit mutat a kedvenc indikátorunk, a kriptofélelem és kapzsiság index, ami meglepő módon a mai napon 23-ra kúszott fel, hát rég nem láttuk ilyen magasan, 23-on van, ami még mindig extrém félelmet jelent, és ugye tudjuk, hogy ha elmúlt egy hónapot nézzük, akkor jóformán egy 20 körül tartózkodott folyamatosan az index, január 8-án lement 10-re, illetve most az elmúlt napokban voltunk 11-12-13-on is, és ugye ha visszanézünk egy éves távlatba, akkor látjuk, hogy a nyári esésben ezt a 10-es szintet a 4-5 alkalommal látogatta meg
az index, mielőtt visszajött a kapzsiság, és ugye egy tegnapi tweetben arról is szó volt, hogy általában ez az esés, ezek a nagy korrekciók, akár fölfele lefele, ez 96-100 napig szoktak tartani, úgyhogy hamarosan nálunk is itt lejár a 90-100 nap. Amit itt még fontos elmondani, hogy ahogy amikor nagy a félelem, akkor a befektetők hajlamosak olcsón megvárni az eszközeiktől, és ugye ez egy nagyon jó bevásárlás jelent, mert sokkal jobb ezen az áron venni, mint 50%-kal drágában. És ugye Warren Buffett is azt mondja, hogy légy kapzsi, amikor más fél, és félj akkor, amikor más kapzsi. Úgyhogy tudjuk azt, hogyha ez a kapzsisági index nagyon-nagyon magasra megy, akkor ideje korrigál, ideje profitot realizálni és csökkenteni a pozíciókat. Ugye ezt itt is leírják lejjebb. Oké, menjünk az első hírre, ami nem teljesen friss hír, de egy dolgot akarok belőle megnézni, az, hogy visszapattantunk 33.000 dollárról, és ez 7 hónapos mélypontról pattant vissza az árfolyam, ugye két nappal ezelőtt, ugye két napja volt egy nagy esés, és úgy utána estére egy picit visszafordult az árfolyam. Ugye itt beszélnek arról, hogy valójában a kripto az egy innováció, és az innováción belül is az egyik legvadabb és a leginnovatívabb innováció, technológiai innováció, ami zajlik, és ugye ebben, mivel a kripto innováció, ez itt természetes, hogy ugye az innovációt még inkább a technológiai szektoron belül még inkább megüti a piac, amikor ugye a piac neki áll csapkodni, és ugye mint a kockázatos eszközöknek adnak ilyenkor tanú bizonyságot, ugye ezt láthattuk a két nappal ezelőtti nagy-nagy pánik eladásban. Na hát Bitcoin ára eléri 38 ezret, és az elemzők jelenleg a heti zárásra koncentrálnak, hogy hol fog zárni a Bitcoin ára. Ugye ez a mostani 38 ezeres szint, itt volt egy ellenállás, ami ugye, hogyha most alatta zárunk, akkor nem vettük be ezt az ellenállást, viszont szépen tesztelte, és ugye a következő szint a 40 ezer dollár, illetve attól függ, hogy ki hol néznek, 40.700 dollár, de minden esetre ez a zóna ott ellenállásként fog funkcionálni. Van, aki 40.700-at lát, van, aki ugye 39.600-at, attól függ, melyik elemzőt kérdezzük. A The Wolf of Wall Street felrakott ide egy nagyon érdekes cap and hold chartot, mondjuk belírhatóan ezt milyen idő síkon nézi, for reference. Hát ezt most nem vágom, hogy milyen idősíkon nézi, de rá fogunk nézni, hogy hol. Hát szerintem most ilyenben nem nagyon vagyunk benne, mert ugye egyrészt nem olyan mély alulról jövünk, de meglátjuk, hogy mindjárt megnézzük, belírhattam oda, milyen idősíkon nézi. Ez ugye látszik, hogy ez, ha minden igaz, ez egy heti chartot látunk itt, hát biztos, hogy nem ez a cap and holder szerintem, amit mutatni akar, viszont fontos szintek a 39.600-at látja, mint hét záró. Ethereum, fölmentünk szépen 2500-ig, és ezzel ugye visszateszteltük ezt a korábban elveszett 2500-as szintet, és ugye szépen ment a Solana, XRP, Elon Musk twittelt, hogy egy Happy Meal-t fog enni élőben a tévén, McDonald's elfogad a Dogecoin-t, erre a McDonald's válaszolt, és meg fogjuk nézni, hogy mit. Következő hír, érdekes hír. Ugye tudjuk azt, hogy El Salvadorban hivatos fizetőeszköz tavaly szeptember 7-e óta Bitcoin. Jelenleg saját valutájuk nincsen, amerikai dollárjuk van, meg Bitcoinjuk van, ez a kettő hivatalos fizetőeszköz. És ugye amikor El Salvador ezt kinyilvánította, hogy hivatalos fizetőeszköz lesz a Bitcoin, meg stb. Stb., akkor ugye az IMF azt mondta, hogy nem kapjátok meg a hitelt. Ugye az IMF a Interneti Monetary Fund, nemzetközi monetáris alap, hát olyan, mint a világban, igazából a dollárt ők tették nagyjá, és ugye ezáltal biztosították, hogy Amerikában folyamatosan áramlik a pénz, mert az egész világot telehitelezték ugye az adósság alapú pénzrendszer, aminek ugye jelenleg a dollár a királya, a dollár ugye a világvaluta, és ugye minden egyes kamat, amit fizetnek, az egy bődületes cash flow, ugye bizonyos amerikai felsőbb köröknek,
És ugye az IMF-nek nem tetszett, hogy El Salvador így kiszáll, azt sem tetszik nekik, hogy ugye El Salvador most egy bitcoin kötvényt bocsájt ki, és függetleníti magát az IMF finanszírozástól. Persze, hogy az IMF elmondja, hogy ez kockázatos, meg veszélyes, meg veszélyes a pénzügyi rendszere, meg megehetnek a pénzmosók, meg a terroristák, meg minden. Hát azt gondolom, hogy ugye elég sok El Salvador hírt kaptunk mostanában, azért látjátok, hogy ez a fiatal elnök, ugye Nayib Bukele, elég akkurátosan csinál, és azt mondja, hogy az egyik legsikeresebb országgá, gazdaságban az egyik legsikeresebb országgá fogja tenni El Salvadort, és függetleníteni magát a hagyományos köldök zsinórtól. Ha érdekel erről bővebben, akkor érdemes Simon Dixon, azaz Simon Dixon, mondhatnánk azt is, hogy magyar, de nem hiszem, YouTube csatornáját követni, ő rengeteg ilyen kitekintést tud adni, és ugye El Salvador vett egy kis bitcoint, persze ugye múltkori esésben is, mint szokott. Oké, menjünk tovább a következő hírre, erre még lesz egy-két a Twitteren, amit megnézünk, egy-két vicces dolog, hogy miket is posztoltak ez ügyben. Na hát a következő hír, azt mondja egy nagyon népszerű trader, hogy még egy bitcoin leszúrást, még egy esést vár, mielőtt egy epic, azaz fenséges, óriási rally jönne, és itt az ő célára. Célára egyébként nem más, mint hogy leszúrunk 30 ezer dollár alá, semmi komplikált dolog nincsen benne. Összehasonlítja az S&P 500-at, hogy itt mondjuk nem látjuk, hogy milyen idő, milyen chart, milyen időszakra szól ez, de hát remélhetőleg nem tudom pontosan megállapítani ebből, milyen időszakra szól. Minden esetre ehhez hasonlítja, és ugye azt mondja, hogy a 30 ezer dollár alá várna egy leszúrást, és ugye ott konszolidálódna, úgyhogy jelenleg arra fogad, hogy ezt a 30 ezer alá való leszúrás után ellátunk egy nagy elpattanást. Ugye már majdnem lejöttünk ide 30 ezerre, ugye ez nem egy mai csárt, amit ugye megosztott, egyébként Kápónak hívják a srácot, Crypto Kápó, ugye Twitterre lehet követni. Megnézzük, mert hát ezt pontot megosszák. Igen, itt van. Oké, ugye, hogyha 30 ezer dollár alatt konszolidálódik, akkor ezt a szintet néz, és innen lehet egy nagy-nagy felfele való kitörés, hogyha ez a gyertya leszúr 30 ezer dollár alá. Hát itt sem tudom nagyobbá tenni, hogy lássuk az S&P 500-as felbontását. Minden esetre hát hasonlót mutat, de hát nem ez fogja meghatározni. Tudjuk, hogy ez is csak egy lehetőség, hogy merre megy. És ugye azt mondja, hogy ugye az, hogy a Binance Futures-on egyre több pozíció jelenik meg egyre több forgalom, ugye azt látja, hogy szerinte jön a 30 ezer dollár. Most azt nem tudom, mikor adta pont ezt az interjút, ugye ez ma jelent meg, lehet, hogy pár napja adta, tegnap jelent meg. Lehet, hogy ugye ez már így idejét múlt, hogy akkor 30 ezer dollár alá megyünk, de egyébként még mindig benne van a pakliban. Na most jön egy másik hír, ami ugye sokaknál kiveri a biztosítékot, azoknál biztos, akik ugye a 100 ezer dolláros bitcoin korábbi előrejelzések, és hogy nem következett be, és hogy újra mutogatnak a 100 ezer dollár megmondókra. Még egyszer mondom, nem én találtam ki, hogy 100 ezer dollár lesz, én csak a híreket mondtam, és ugye minden hír jóformán arról szólt. Viszont a mostan hírben Cathie Woods az ARK Invest-től azt mondja, hogy 1 millió dollár lesz a bitcoin, 2030-ban. Na, hát ez miért is fontos? Ugye azért fontos a Cathie Woodra hallgatni, mert ő a Teslának egy elég komoly befektetője, és egyébként egy nagyon sikeres befektető, aki már itt van a bitcoinban, kriptóban egy ideje. Nem kevés pénzt kezelnek, ugye mások pénzét kezelik, és ugye elég közelről tanulmányozza a piacot, mentek, ugye csináltak ETF-et Kanadában is, és hogy az szokott egyébként lenni, hogy rövid távon mindenki túlzott várakozásokkal, hogy menjünk két hét alatt duplázzunk, vagy egy hét alatt duplázzunk, vagy egy hét alatt tízszerezzünk, meg ugye rövid távon mindenki túlbecsüli
és ez nem csak a bitcoin, hanem minden befektetéssel kapcsolatban mindenki túlbecsüli és magas elvárásokat támaszt, még hosszú távon általában alábecsülik. Azon, hogy Cathy Wood nem az, aki hosszú távon alábecsüli, meglátjuk, hogy hol lesz, értem szerint, remélem, hogy itt leszünk mind 2030-ba, és itt ünneplünk majd egy nagy live-ban, több százezer követő társaságában, hogy a bitcoin elért az 1 millió dollárt. Azt tudjátok, hogy volt korábban már egy ilyen kis inzultálás, hogyha elérje 100 000 dollárt, akkor a live-ban az Aranyeső című számot tegyük be. Ezt mindig emlékeztessetek rá, baromi nagy ünnep lesz, hogyha elérjük a 100 000 dollárt, ígérem. Itt non-stop, lehet, hogy 24 órás live-ot fogunk beizítani online partival. Minden esetre az 1 millió dollárosnál is hasonlót fogunk csinálni. Ugye korábban már többször nyilatkozott, hogy 2026-ra 500 000 dollárra várja a bitcoin. Ez azzal magyarázta, hogyha az intézményi befektetők a pénzük csak 5%-át allokálnak bitcoinra, akkor az már ilyen szintre emelni a bitcoin árfolyamát. Oké, itt ugye még egyszer megerősítik, hogy 1 millió dollárt látnak 2030-ra, és maga a globális felhasználhatósága, a globális használata jelenleg a bitcoinnak, meg a kriptovalutáknak még gyerekcipőben jár, még nagyon-nagyon korai szakaszban vagyunk, szóval nagyon-nagyon korai szakaszban vagyunk. A bitcoin piaci kapitalizáció még egy kis pici kis morzsáját adja a globális eszközök kapitalizációjának, és ugye ahogy így látjuk, hogy különböző nemzetek jönnek, elfogadják, hivatalos fizetőeszközét teszik, ezek mind-mind oda fognak vezetni, amit ugye jósolnak 2030-ra. Itt van egy videó is, úgyhogy nézd meg bátran. Oké. Igen, itt van még egy érdekesség, ami érdekes lehet, hogy a bitcoin kumulált volumene, amit ugye a bitcoin blokkláncon tranzaktáltak, az 463%-kal nőtt 2021-ben, és ugye egy éves volumen átlépte a Visa éves fizetési forgalmát. Szóval egyrészt, hogy a bitcoin nagyon megnőtt 2021-ben, amit ahogy a bitcoin blokkláncon bonyolódik forgalom, és meghaladta egyébként a Visa-ét, és tudjuk, hogy a Visa az egyik legnagyobb kártya kibocsátó és üzemeltető társasága, hogy a kártyás fizetések rajtuk futnak keresztül. Mert látjátok, a bitcoin bálnák nem csak a bitcoin tesznek, hanem néha a vízbe pottyant kis befektetőket is szőröstől bőröstől, és ugye milliókat, dollármilliókat folyatnak bitcoinba. Ugye erről tegnap már volt, megmutogattam a Twitteren, most nem fogjuk nagyon újra átvenni, ez a Capital 15 cég, ugye ez egy befektető cég, ugye ő posztolta, hogy ne adjuk el a pánikba a bitcoinokat ennek a kifejezett bánának, aki pár óránként 2-18 millió dollár értékben vásárol föl, és ugye, mivel a blokkláncon minden látszik, itt pontosan mindenki van listázva, hogy különböző napokon, melyik órában mennyit vettek, és látjuk, hogy 1,8 millió dollár, 1,8 millió, nem bocsánat, igen, az annyi dollár, nem az annyi milliárd már a kumulatív, 50 000 bitcoint, vagy nem, bocsánat, itt vannak az összegek, 2 millió dollár, 2,3 millió dollár, 3 millió, 4 millió dollár, 18 millió dollár, hát folyamatosan veszeget, ügyes. És ugye a másik, egy másik bálna, aki, ez a tábla arról szól, hogy ugye a bitcoinnak a nem likvid kínálat az milyen magas, és ugye azt mondja, hogy ha az a 14,5 millió bitcoint, amit ugye a nem likvid kínálatban tartanak, és ők mondjuk csak 27%-kal növelnék meg a tárolt bitcoin mennyiséget, mondjuk az 4 millió darab bitcoint jelentene, akkor nem maradna likvid bitcoin a tőzsdéken. Ugye ezt a csártot mindjárt kinagyítjuk, és akkor látni fogod, hogy ez mit is jelent. Ugye ez a bitcoin ára, és ez a nem likvid, ami nem nagyon mozog, ami nem mozog kínálat, és látjuk, hogy óriási meredekséggel megy fölfele, miközben az ár lefele jött. Oké, ugye ez a panic money zone, amit itt látunk, ugye ez, abban voltunk már a hétfőn is, ahol ugye
fölfele, lefele megy a pánik, és itt alul megveszik a bálnák. Ezt is egy picit nagyobb arra tesszük, hogy meg tud nézni. Úgyhogy ugye ezek az okos befektetők, akik ugye ilyenkor elkezdenek eladni, majd ugye itt jönnek a pánikolt befektetők, akik meg itt adnak el ugye az esés legnagyobb mélypontjaiba. Oké, most nem tudom, hol vagyok hirtelen, de akkor ezt becsukjuk. Szuper, és ugye itt volt a másik tweet, ahol van egy bán, akinek novemberben még 0 bitcoinja volt, most meg már 1 milliárd dollár értékben van, és ő is folyamatosan vásárol, és ugye valamelyik bánának már több a bitcoinja, mint ugye a MicroStrategy-nak, mert többet gyűjtött össze, ezek mind-mind izgalmas hírek. Nézzük a következőt. A Michael Saylor beadta a narancs tablettát, és hogy milyen narancs tablette, hát értem szerint az a bitcoin, beadta a Northman Trader befektető kereskedő cég vezérigazgatójának, és ő ezáltal bitcoin támogatóvá vált. Ez a Sven Hamricknek hívják az úriembert, ugye korábban twittelt olyanokat, hogy a bitcoin nem volt meg semmit, eltemetjük a bitcoint, stb. Egyebek, és most meg már előjött, hogy hogy ez forradalmi, meg ez a változás, és hogy bitcoin támogatóvá válok, úgyhogy valójában olyan, aki folyamatosan nem hitt a bitcoinban is rosszakat kommunikált róla, most egy bitcoin hívővé vált, Michael Saylornek sikerült meggyőzni, és ugye ne felejtsük el, hogy van ez az ember több milliárd dollár felett diszponál, mint ugye egy nagy befektető cégnek a vezér igazgatója. Úgyhogy igen. És ugye ez teszi meg a piacot, és Michael Saylor továbbiakban is ugye promotálni fog, és mindenkinek beadja ezt a narancs színű tablettát. Oké, és ugye a Henrich is nekiáll vásárolgatni. Szóval ez csak egy ilyen érdekesség, semmi extra, ugye így terjed az adoption. Ha kicsiben nézzük, akkor te is hasonló vagy, nézed az én YouTube videómat, vagy nézed másokét, kedvet kapsz hozzá, megérkezel, belekóstolsz, értelemszerűen érdemes tanulni előtte is akár ellátogatni a gratis webinárunkra, aminek a linkjét megtalálod, hogy föl tud iratkozni a leírásban. A gratis webináron nagyon sokat beszélünk a pénznyomtatásról, a piacról, az adósság alapú pénzekről, a bitcoinról, ugye a kriptokról, a fő narratívákról, a technológiák elterjedéséről, rengeteg mindenről, meg is kapod a prezentációt is, a videót is megkapod felvételbe, és telepítünk egy kriptopénztárcát, hogyan kell küldeni, fogadni, venni, ezt mind megtanítom. Gratis, azaz ingyen, iratkozz fel, és iratkoztass fel azokat a barátaidat, akit szeretnél behozni a kriptóba, hogy nekik is beadjuk a narancs színű tablettát, ami ugye ez narancs a bitcoin színe, de valójában ugye az egész kriptó tablettát beadjuk így. Nekik érdeértelmszerűen meg kell tanulni az érzelmeket kezelni, és kockázatot kezelni, és kell egy stratégia, mert annélkül a tabletta időnként hasmenést okoz, és lehet, hogy vannak páran, akik tudják, hogy ez mit jelent. Na, nézzük a következő hírt. Metaverse és Layer 1 kriptovalutákra ugrik rá a Grayscale, és ugye ezeket szeretné a trustjában bevonni, 25 kriptovalutát, úgyhogy valószínű, hogy a Grayscale-nek járja felvásárolni ezeket a kriptovalutákat a piacról, vagy már föl is vásárolgatta egy részét, vagy most kezdi, és ugye létrehoz egy úgynevezett alapot, egy trustot, ahol ugye utána a befektetők részvényt kapnak, és ugye mindent a Grayscale biztosít, így működik a Grayscale. Jelenleg egyébként a legnagyobb bitcoin tulajdonos a Grayscale, hogy így elmondjam. Nézik az Algorandet, Atom, Xfinity-t, a Decredit, Elrondot, Engine, Phantom, Gala, Secret Network, Sand, Stackset, WeChain és Yield Guild Gameset is. Yield Guild Gameset játék, Gala, Phantom játék, Metaverse, Sand is, Engine-t is nézik, Engine is játék, NFT. Szóval valójában a Metaverse, NFT és Layer 1
megoldásokat. Ha jól látom, itt van a spell is. A spell, ha minden igaz, akkor egyébként ez a Wonderland Abracadabra projekthez kapcsolódik. Ha jól emlékszem, a spell, akkor talán az Abracadabra pénze, de nem vagyok benne biztos, hogy megnézzük. CoinGecko-t használjuk ugye mindenféle ilyen dologra, főleg ha működik. Nem tudom, hogy ma miért kéne, hogy lefagyva legyen, ugye amikor nagy a mozgás a piacon, akkor szokott nem működni. Jó, nézzük meg, hogy a spell pontosan nem micsoda spell token. Abracadabra money. Igen, hát akkor Abracadabra. Ugye a VMMO kapcsán nagy pánik volt, most erről nem akarok ebben a videóban beszélni, majd mindjárt ránézünk egy chartra, de az a lényeg, hogy menjünk vissza, hogy ne veszítsük el a fonalat. Szóval benne van a spell is, a HNT az a Helium, G-et nem ismerem, Holochain, IOTA, Rose ugye egy Rare 1, SZ-et itt néztük, Spell, STX, VAT, Yield Games, Bora, hát van benne egy jó, szóval ezekben érdemes spekulálgatni, hogy mi fog történni, mert valószínűleg, hogyha rá vetődik a Grayscale, minden esetre ez a spell kapcsán, Abracadabra és VMM kapcsán azt gondolom, hogy jó hír, de ugye mostanában nagy a pánik, úgyhogy majd meglátjuk, mi az igazi jó hír. Na hát itt a Elon Musk a McDonald's-ot próbálja rávenni egy bit által, hogy elfogadják a Dogecoin, és a McDonald's válaszolt, azt mondta, hogy csak akkor fogjuk elfogadni, ha Tesla elfogadja a Grimacoin-t, ami Grimacoin-t, ami akar lenni, de nincs még ilyen coin, ha bár lehet, hogy holnapra már lesz, mert megcsinálják a srácok. Ugye azt mondta az Elon Musk, hogy ha a McDonald's elfogadja a Dogecoin, akkor ő a tévében, élő adásban Happy Meal fog enni, és nem tudom, mi ebben a nagy szám, lehet, hogy gondolom alapban nem eszik McDonald's-ba, én sem szoktam, de teljesen mindegy. Valószínű, hogy nagy szám lenne, meg sok követő ezen csámcsogna. Úgyhogy itt volt a tweet, és válaszolt a McDonald's, hogy csak akkor, hogyha Tesla elfogadja ez a Grimacoin-t, nem tudom, mi lesz ez a Grimacoin, valószínűleg egy ilyen meme coin, úgyhogy érdekes, viszont ugye tegnapi hírekben benne volt, hogy McDonald's twittelt egyet, hogy vagytok kriptoemberek a Twitteren, és rengetegen válaszoltak, nagyon magas kriptos emberek is, például a Winklevoss fivérek, ugye, akik a Gemini tőzsde, és lehet, hogy nekik van egyébként a legtöbb bitcoinuk, úgy mindenek mellett. Ők voltak, akik megrendelték annak idején a Facebookot, csak a Mark Zuckerberg magáénak fejlesztette, és nem adta át nekik, de azon, hogy a bitcoinnal meg a kriptóval sokkal jobban jártak itt. Úgyhogy ők is válaszoltak, és megindult ez a jó kis dolog. Megosztottam a Twitteremen, meg tudod nézni, hogy miket posztoltak be alá. Következő ír arról szól, hogy az Etherscan, ugye az Etherscan az nem más, mint az Ethereum tranzakciók és az Ethereumon blokkláncon történt dolgok követésére alkalmas úgynevezett blockchain felfedező, angolul explorer, úgyhogy explorer-t használunk, de akkor magyarul az felfedező, és hogy csinálnak egy olyan messengert, ami Ethereumon fut, és egy azonnali blockchain, blockscan chatet tesz lehetővé. Ha nem tudod, hogy mi az Etherscan, akkor mindjárt megmutattam, hogy ez az Etherscan, például itt szoktuk nézni a gázdíjat is. Itt van nagyon, nagyon magas módszer az Ethereum gáz, de a gázdíj sajnos ezt érdemes követni, hogyha bármit csinálsz, egyébként Ethereumon is látjuk, hogy nagyon-nagyon magas ismét, és itt bármit ugye beírsz egy tokent, egy token nevet, egy pénztárcát, akkor mindent le lehet róla olvasni, például ugye az általunk fejlesztett Coinex tokennek is meg lehet nézni különböző adatait, mennyi a mennyisége, hány a decimál, mi a kontrakt cím, ugye ezeket hagyjuk hozzá mindig a decentralizált tőzsdéken, meg a különböző applikációban is. Szóval ez az Etherscan. És ugye egy Web3-as technológiát használnak, és még nem teljesen decentralizált, ami ugye lényeges, hogy itt minden üzenet örökre ott fog maradni a blockchain-en, szóval a blockchain mindent rögzíteni fog, és nem tudsz törölni üzenetet, szóval nincs az, hogy jó, nem akartam elküldeni, bocsika, nem lehet, ugye azonnal üzenetküldés lesz a chat
ugye a valetek között, ugye több eszközön is lehet használni majd, a blokk címeket fogja, ugye notification, ez a notification, ezek az üzenetek, amikor ugye kapsz valamit, és akkor jön egy ilyen push notification, magyarul is így hívják, nem tudom, milyen magyar neve van, üzenet. Oké, szóval ez izgalmas sztori, most ez nem hiszem, hogy sokat dob, vagy nem dob az Ethereumon, de minden esetre izgalmas, ugye a Telegram is, amit használunk, hát nem blockchain-en fut, de ugye már dolgoztak azon, hogy kijön egy token, amivel mondjuk jutalmazzák meg, egyébként csinálnak a Telegram közösségnek. Na, jön egy másik nagy hír, YouTube vezérigazgatója elkezdi csöpögtetni itt az infót, hogy NFT-ket integrálnának, úgyhogy pár YouTube content, pár YouTubernek, hogy akkor magyarosan mondjam, kiküldte ezt levélben, hogy szeretnék az NFT-kkel ezt ösztönözni, és az egész ekoszisztémát aktívabbá tenni az NFT-kkel. Ez, hogy mit jelentene, az, hogyha például, nem tudom, én, mint, hát nem hívom magam YouTubernek, inkább kriptos embernek, de mondjuk YouTuber, YouTube csatornaként kibocsátunk valami NFT-t, akkor azt ugye a közösség a YouTube promotálásával tudja adni, venni, forgatni, meg a YouTube is ehhez biztosít egy úgynevezett piac teret, hogy ezek tudjanak menni. Ugye ez nem egy új keletű hír, hogy jön mindenki az NFT-kben, ugye tudjuk, hogy már az Adidas, a Nike, a Gucci, az összes nagy márka, a Microsoft, a Facebook, mindenki Metaverse-ot csinál, meg NFT-ket, és jönnek, és ugye nyitják a virtuális világban az üzletet, és ugye ez volt a hír, talán két nappal ezelőtt, amikor a nagy pánik volt, de ugye meg sem moccant rá a piac, hogy a Facebook és az Instagram jön, és NFT-ket fognak kínálni, mintelést, piacteret, és minden NFT a usereiknek. Facebooknak 2,9 milliárd usere van, az Instagramnak 1 milliárd, és hogyha azt feltételezzük, hogy minden Instagram user ott van a Facebookon is, akkor is ez legalább egy 3 milliárdos user, akit itt be fognak hozni. Úgyhogy, és ez még, ez az egész NFT még nagyon az elején van, maga a kripto, nem a CryptoMinds, a CryptoMinds-ban van egy csoporttag, akivel közösen indítunk egy nagyon frankó kis NFT launchpadet, ami más NFT-knek is otthon tud majd adni, mind technológiailag, mind marketingileg, úgyhogy ez hamarosan indulni fog, légy résem, mert nagyon-nagyon izgalmas lesz. Oké, erről holnap beszélünk, a többi info annyira nem lényeges, nézzük, mi történik a Twitteren. Na, első az, hogy feltétlenül kövess a Kukac Miklós Tentlert. Másik, kövess bátran a Kukac Korion platformot. Ugye itt mindent angolul kommunikálunk, viszont ha van ilyen fordítóra, akkor lehet fordítani. Itt van Yes Spielen is, vannak németül is, nem tudom nekem. Ja, igen, mert azért, mert valószínűleg Németországban vagy Svájcban vagyok, azért németül jönnek fel a dolgok. A célzott hirdetések. Na, viszont ami fontos, van egy-két chart. A srác megosztott egy chartot, ahol ugye az illiquid, a nem liquid bitcoinok számát nézés, ugye a divergenciát, hogy ez hogy is néz ki. Látjuk, amikor csúcson vagyunk, akkor ugye ez magas, akkor ugye nagyon likvidek a coinok, amikor ugye mélyponton vagyunk, akkor nem nagyon likvidek, mert már nem maradt eladó. Erre van egy viszonylag hosszú threadje, ugye itt 8 pontban áll, ha majd pörgetsz lefele meg tudod nézni, most jelenleg ugye azokon a szinteken vagyunk, ez el szokott pattani, jelesül medvepiac maja, jelesül márciusi nagy esés, tavaly előtti márciusi nagy esés alja, májusi nagy esés alja, tavalyi, illetve a mostani nagy esés alja, és ugye látjuk minden egyes nagy medvepiacban a nem likvid kínálat divergencia ilyen alacsony szinteket mutatott. Oké. Ugye itt beszél arról, hogy minden egyes amerikai állam azon fog majd küzdeni, hogy a saját állama egy ilyen bitcoin hub, egy ilyen kripto hub legyen, ahol a bitcoin és a kripto technológia megy. Ez ugye azért is lesz, mert például
lehet, hogy nem osztottam meg, de azt talán Massachusetts, ugye ezt nem tudom kimondani ezt a szót, de viszont ezen állam elnöke a Twitteren bejelentette, hogy akkor ő full bitcoin, meg kriptó állomá szeretné tenni, tehát ugye ott már ott van New York is az akar lenni, Miami is az akar lenni, szóval majd eldöntik, hogy ki, de valószínűleg egész Amerika ez akar majd lenni, és akkor ugye itt volt pár tweet, hogy ugye az IMF aggódik, hogy az országok követik El Salvadort, és hogy a bitcoint teszik hivatalos fizetőeszközé, és akkor itt ezt néznek. Ugye bejöttek ezek a mímek, hogy most hogy néz ki az IMF, itt van ugye Nayib Bukele, El Salvador miniszterelnöke bitcoinos székbe, és az IMF, ugye a világ nemzetközi monetáris alap, ugye a dollár atya, vagy hát dollár otthona, kérlek bitcoin, ne rombolj le minket, hogy azt mondja nekik. Hát jó ez az iparág, mert ilyen vicces dolgokkal ugye lehet egy kicsit edukálni, meg nevetni. Nayib Bukele, ez egy miniszterelnök, ugye ő El Salvador miniszterelnöke, aki egyébként McDonald's-os pólóban volt mostanáig, most már lecserélte a profilképét, és azt mondja, hogy na, látlak IMF, látlak, és hogy itt az új, a bitcoin a kisgyerek, az IMF meg kisgyerekként már ott egyre kisebb és fején állva futkos föl, de mondom, ez South Parkból, nem tudom, miből van ez a jelenet. Igen, itt van a Michigan, bocsánat, mert nem az a másik állam, amit nem tudok kimondani, a Michigan a szenátor ugye pro bitcoin államot kíván létrehozni, hajrá. Igen, IMF-ről már volt szó, Cathy Woodról volt szó, és akkor ugye itt erről már tegnap beszéltem, ugye, hogy a múlt hét végén nagyon megrázta a piacot, hogy Oroszország betiltaná a kriptót, és mindent, ami kriptó, meg bannolná, meg tiltaná, meg stb. És mindenki megijedben jött az egész pánik, kaptam olyan kommenteket, hogy erre miért nem hívtam fel a figyelmet, hogy ettől be fog esni az ár. Hát azért nem, mert nem tudom, hogy mitől esik be az ár, meg mitől nem, meg nem mindig hírektől esik be az ár, hanem a bálnám működésétől, meg az emberek háttérben érzelmi dolgaitól, és a hír, a maximum csak magyarázzuk, hogy most ettől esett be vagy attól, de korán sem mindig nem biztos, hogy attól, szóval nem biztos, hogy ettől esett, csak ez pont akkor jött, amikor a legtöbb rossz hír jött, ugye ezt már megfigyeltük, hogyha az árat valaki le akar lenyomni, akkor egyszerűen csak rossz hírek jönnek mindig, aztán vagy sikerül lenyomni, vagy nem, viszont a lényeg az, hogy a Putyin elnök is nyilatkozott, már nem csak a pénzügyminiszter, meg a Telegramnak az orosz alapítója, hanem már a Putyin is, hogy kvázi itt konszenzusra akarnak jutni a bitcoin szabályzással kapcsolatban, és nem arról szól, hogy mindent tiltani akarnak, úgyhogy egy konszenzusra akarnak kerülni. Amit úgy fontos azért tudni, hogy ha megnézzük ezt a képet, Oroszország az, aki a dollárt, azt mondta, hogy ő nem tart dollárt, nem akar dollárt tartani a nemzeti tartalékaiban. A jegybank nem tart dollárt, tart aranyat, valószínűleg eurót, rubelt, mit tudom én, kínai yuan, ki tudja még mit tart, vagy más nemes fémeket is. Szerintem valószínűleg ezt a kis narancsárga kisfiút is a narancsárga tablettát bevették, és valószínűleg tartanak azt is, és dollárt nem. De ez csak az én feltételezésem. Semmit ne higgy el nekem, semmi nem biztos, amit mondok. Tedd meg a saját kutatásodat. Oké. Ugye ne üldözzük az alját, mert nem biztos, hogy el meg tudjuk venni az alját, hanem dollar cost average-ezzünk, ez a dollár átlagáros vásárlást jelzi, mert senki nem tudja megmondani, hol van az alja. Nincs olyan okos ember, aki azt mondja, hogy itt az alja, vagy ott az alja. Előre ezt senki nem tudja megmondani. Utólag persze mindenki okos, mert leolvasható a chartról, mert ott maradt a nyoma, hanem ő azt mondja, hogy potenciális lefelé akár lemehetünk 20 ezerig is, és fölfele meg 60 ezer fölé, és közötte meg mindenhol dollar cost averaging, azaz folyamatosan dollár átlagáros vásárlás. Ugye ez arról szól, ezt is a Will Clementi, aki ugye egy on-chain, az alatt blokkláncon történt tranzakciókat elemzi, ugye itt maga a bálnák száma, akik ugye több mint 1000 bitcoint tartanak, ez elkezdett nőni, úgyhogy Will Holdings, igen, szóval maga azok a bálnák, akik 1000 darab bitcoin felett tartanak, ők elkezdtek szépen hozzáadogatni ahhoz, amit tartanak, és ugye akkor ez a lefele trend itt megtörni látszik, és ugye az ár folyamatosan lejjebb jött, szóval látszik, hogy itt a bálnák azért pont jól a csúcsba adogattak el, de itt is látszik, hogy itt elkezdett lefele csökkenni, itt is folyamatosan eladtak, itt meg vásároltak. Oké.
meg kell tanulni bálnaként gondolkodni. Na hát ez egy nagyon jó pofa dolog volt. Megy fel az ár, mindenki előjön. Leesik az ár, mindenki eltűnik. Megy fel az ár, mindenki előkerül. Lemegy az ár, mindenki eltűnik. Hát ez egy tök jó, nem tudom, jazz, de nagyon izgi. Igen, Putyin elnök megint. Igen, Oroszországnak különböző előnyei vannak a Bitcoin bányászatból. Naib Kele ugye azt javasolt, hogy vegyük meg az alját. Persze, hogy nem tudjuk, hol az alja, de dollar cost averaging-et csináljuk. Nem tudom, mik jönnek ide, ez mi ajánlott vit. Pictures előtt taken at the airport. Repülőtéren csinálták. Welcome home from prison, mom. Isten hozott itthon anya a börtönből. Na hát, érdekes. Oké, ez volt a McDonald's-os tweet, nézd meg, Franco, és ugye ez volt egy tegnapi hír, hogy a Charles Schwab, akit 8,1 billió dollárt kezelnek, azaz 8100 milliárd dollárt, máshogy kifejezve egy Bitcoin spot ETF-et szeretnének, ami ugye tudjuk, hogy az lenne az igazi ETF. Oké, jó, Twittert megnéztük, akkor szépen menjünk egy picit a Telegramra. Telegramon ugye megosztottam ezt a csártot, hogy a Bitcoin árfolyama, nem szoktam egy perces csártot nézni, de ugye ment a meetingje live-ban, és ugye ahol magyarázta Jerome Powell, hogy mi is fog történni az amerikai jegybank elnöke, az a lényeg, hogy elnapolták azokat a döntéseket, amire mindenki most várt, azt mondták, hogy márciusban. Ugye mondtam már, hogy elnökválasztás lesz, ezért ugye nem biztos, hogy nagyon fognak jönni ezek a szigorítások, amitől most az egész piac berezelt, mert senki nem akarná elnökválasztás előtt, amikor a részvénypiac összeomoljon, és ugye így induljon meg az elnökválasztás. Egyrészt már nem kaptak annyi pénzt a kampányhoz, másrészt meg ugye senki nem szavazna arra, aki ugye elmögött úgy van. Persze rá lehet húzni a jegybank kellőkről, hogy ő azok a mindenek, de hát tudjuk, hogy azért nem feltétlenül így van. Látjuk, hogy szépen megindult a volumen, ez egy egyperces csárt, és fölmentünk majdnem 39 ezer dollárig, egészen 37.500-ról, aztán visszajöttünk, 37 ezernére fölmentünk, 38 ezer, tehát nagyon szépen mozgott, és ugye ezt egy perces csárton néz, amit egyébként soha nem szabad nézni, mert nagyon idegölő, és nagyon egy esés, meg egy emelkedés is nagyon idegölő tud lenni, de ezt Franco le lehetett itt sortanulva kereskedni. Izgalmas volt. Oké, ugye nézzük meg, hogy mik vannak ide fölpinálva. A gratis webinárra itt tudsz feliratkozni, illetve ugye volt például ma Daxio tájékoztató. Oké. Ugye általában ezt is ki szoktuk pinnelni, most nem pinnelem ki, mert már elmúlt. Az a lényeg, hogy a Daxio egy olyan online játék és szórakoztató platform hasonló, be van például integrálva a Sandbox, a Gala, az Illuvium, Star Atlas, és jönnek ki a saját online játékukkal és a saját tokenjeikkel. És a jó hír az, hogy ugye ebben mi még az elején ott lehetünk úgynevezett márkapartnerek, és van benne üzleti lehetőség is, illetve van benne token kripto lehetőség is, hogy a piacra kerülés előtt a tokenekben ugye a márkapartnerek tudnak vásárolni, illetve tudnak kapni bizonyos feltételek teljesítése esetén, illetve ugye későbbiekben a játékkal is megszerezhetőek a tokenek majd, amikor elindul a játék. Úgyhogy érdemes jönni, azon, hogy feltétlenül érdemes meghallgatni Emma Mamacitától kért a Zoom hívásra linket. A kérésem viszont az, hogyha jössz, csak akkor regisztrálj be utána, ha jössz. Ha nem jössz, akkor ne regisztrálj be, szóval nem kell helyet foglalni, még semmilyen nincsen. Ha nem jössz, akkor ne regisztrálj, kérlek. Nem kell mindenkinek jönni. Azt gondolom, hogy aki felismeri a lehetőséget és látja, mi van a Metaverse Gaming területén, úgyis érteni fogja. Oké, korábban adakoztunk, ha még nem tetted meg, akkor te is utalj a ökonomikus segélyszervezetnek egy kis pénzt, és következőben ugye itt a Stromblockról beszélünk egy picit. Ugye a Stromblock egy nód szolgáltatás, ahol ugye jelleg futnak Ethereum nódok, Polygon nódok, és ugye ők ezekkel a nódokkal futatásával támogatják ugye a különböző blokklánc hálózatok működését,
és ugye nem könnyű megvenni a dolgokat, vagy akár ugye ezeket beszerezni, ezeket ők megcsinálják, viszont rajtuk keresztül mi is megvehetjük. 10 strongba kerül egy nód, az a lényeg, hogy 10 strongot fizetünk érte, és ugye a strong árát majd mindjárt megnézzük mondjuk itt a strong árát. A strong ára is volt már jóval magasabb, volt alacsonyabb, jelenleg 500 dollár. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki az elmúlt egy évben. Látjuk, hogy nagyjából a semmiből fölment volt 1200 dollár is kb. Leesett, és 400 dollár környékén megfordult, és most jelenleg megyünk fölment, visszakorrigált, egy magasabb aljat állított be, és megyünk tovább valószínűleg fölfele. Az a lényeg, hogy 10 stronggal lehet elindulni, ami most 5000 dollár, de ugye amikor 1000 dollár volt, akkor az 10000 dollárt jelentett. Ugye ezt közösen tesszük meg egy poolba, mindenki annyival részesedik belőle, ahány százalékkal ugye a 10 strongból a ráeső beérkező Ethereum összeg rá esik. És ami fontos, hogy 110 naponta ez kitermeli egy nód saját magát. Jelenleg azt a stratégiát visszük, hogy visszaforgatjuk az első nódot, és ugye utána már sokkal hamarabb kitermelődik, és utána elkezdjük kivenni azt, amit ugye termel, és azt ugye egyre gyakrabban meg tudjuk tenni. Jelenleg ugye úgy néz ki a CryptoMinds csapatnak, hogy van jó pár nódunk, igen, nézzük, hogy mennyi. 22 nódunk van, és ugye ez azt jelenti, hogy ugye itt most az 5-ös, az valójában ez 8-as, ez 8-as, a 8-8. Csoportnak lehet visszaforgatva, most fog jönni a 9-dik, és most már elérjük azt, hogy általában ilyen 5-6 nap alatt összejön annyi strong, hogy vissza tudjunk forgatni, illetve ugye utána, ahogy ugye megvolt, akkor kb. 14 csapatnak, vagy 15-nek, ugye, mert most áll össze a 15. csapat, körülbelül akkor azt tudjuk mondani, hogy ugye 30 nód termel, akkor már tényleg pár nap alatt összejön 10 strong, és akkor nagyon gyorsan mindenkit ki tudunk fizetni, és a továbbiakban meg vagy visszaforgatunk, vagy visszafizetünk, egyet visszaforgatunk, egyet veszünk. Ezt meg fogjuk majd beszélni, és egyelőre a Strong Block sikeres projektnek bizonyul ebben. Persze, hogy a kriptóban vannak kockázatok, volt, aki akarta a Strong Blockot utánozni, nem sikerült nekik nem jött össze, viszont azt látjuk, hogy a Strong Blocknál folyamatosan mennek a fejlesztések, és egyre népszerűbb is van forgalom. Egyébként hallottam egy pletykát Strong Blockról, hogy a Binance-szel is valamit ügyeznek, azt nem tudom, hogy pontosan mit jelent, hogy Binance nódok is futnának, valószínűleg arról tárgyalnak, de akit hallottam, ott beszéltek arról is, hogy egy Binance listázás is kinézőben van, jelenleg ugye a KuCoin-on érhető el, meg a Uniswap-on, ugye KuCoin is egy viszonylag jó tőzsde, de azt gondolom, hogyha egy Binance-szal lesz partnerség, akkor van, hogy egy Binance listázás is bejöhet, illetve az is lehet, hogy a Binance a nód szolgáltatást szeretné, és így a Strong Blockkal együttműködésben csinálná, ugye ez is benne lett ebben a pakliban, úgyhogy izgalmas hírek jönnek. Az a lényeg, hogyha téged ez érdekel, szeretne jönni egy bizonyos összeggel, ami itt ugye 500 dollárban határoztuk meg, ugye az alá nem tudunk bemenni, mert akkor kezelhetetlenné válna, hogyha nagyon elaprózzuk, akkor Eva Mamacitának kell írni, és én múltkor szóltak ott nekem, hogy nem jól írom a nevét. Így. Eva Mamacita, és akkor így rákattintasz, és akkor beleírod, hogy érdekel a Strong Block. Oké. Szuper, ha tovább menjünk, akkor itt a MetaMask-os biztonsági beállításokról olvashatsz. Itt rengeteg ilyen dolog történik. Tegnap is írt valaki, hogy valamihez hozzácsatlakozott, akkor mit csinálja, szóval nagyon-nagyon vigyázzatok, ne csatlakozzatok hozzá semmilyen bizonytalan oldalhoz, senki nem ad ingyen pénzt, aki beletesz a pénztárcádba, a walletedbe tokent, az csaló célzattal teszi bele, ha csak nem részt vettél valami airdropban, vagy valami projektben, amiről egyébként akkor tudnod kéne, hogyha követed a projektet. Az összes többi az ömében csaló projekt, de erről a Basic és a Pro oktatáson rengeteget beszélünk, illetve ugye ezt Ledger Nano-val használd. A Ledger Nano telepítését, használatát és az egész MetaMask-on az összes hálózat hozzáadását, ezt a Pro
tréningen végezzük, és utána megyünk és farmolunk frankot, meg stékelünk frankot. Hogyha akár a képzések érdekelnek, akár ugye, hogy ezen dolgok, hogy hogyan lehet védeni, akkor Eva Mamacitának tudsz írni. Oké, itt vannak a hasznos infók, linkek. Itt van ugye Binance-en 10% kedvezmény, KuCoin, egyéb kedvezmények, Crypto.com kártyarendeléskor 25 dollár kedvezmény, Bybiton, ahol már van spot, azaz azonnali kereskedés is, nem csak tőkátétel, rendkívüli bónuszok vannak, úgyhogy érdemes megnézni a különböző tőzsdéket, a magyar nyelven is működő Inlocknál évi 5%-25%-ot le lehet érni jutalomként a kriptolekötésre, rengeteg egyéb info. Eva Binance Smart Chain projektek, ugye az új Binance Smart Chain induló új projektekre van egy mesterséges intelligenciát használó bot, ami ugye kiszűri az új szignálokat, és azokat ugye prezentálja nekünk, és ugye ezen új szignálok megjelennek itt, aki ugye benne van a VIP csoportban, megkapja, és hogyha a projekt jónak indul, meg ugye a csapat a VIP chatben ezt úgy látja, hogy érdemes, akkor ugye ezt leszokták kereskedni, illetve a másik nagy előny, hogy egy-egy ilyen új coin, amikor már a CoinMarketCap például listázza, akkor jön rá egy plusz szignál, és ez azt jelenti, hogy például itt most a nézzük meg, melyikre jött szignál, erre a FOMO-ra jött szignál, ugye láttuk ott, hogy 10, igen, ekkor jött a szignál, és ugye akkor kereskedték ezt kb. 1700 környékén, vagy 1800 környékén, és ugye utána fölment egészen 3400-ig, még nem duplázott, jó esélye meg lett a duplázás, úgyhogy ugye ilyenkor ezt kicsit biztonságosabban le lehet lovagolni, mert ugye aki benne van a csoportban, hamarabb megkapja a szignált, míg ugye mások később értesülnek róla, és az új coinokra akkor szoktak rárepülni, amikor fölkerül CoinMarketCap-re, CoinGecko-ra, hogy akkor sokan rá szoktak nézni. Ha érdekel, akkor feltétlenül a leírásban van egy link, hogy Eva Binance Smart Chain szignálok, akkor ott csatlakozz be, és ott egyébként az előszobában ingyenesen kapsz információkat, meg bizonyos dolgokat ott megkapsz, az átízbe is tudsz érdeklődni, hogy hogyan néz ki maga a fizetős szolgáltatás. Ami a szolgáltatás nem, hanem egy partner nyújt, aki annak idén ugyanúgy CryptoMinds-nál tanulta meg az alapokat. Oké, akkor Telegramot megnéztük, akkor nincs más hátra, mint előre. Menjünk, nézzünk egy kis chartot, hogy néz ki. Bitcoin 36.341, szépen csorunk lefele, ugye ez még mindig az egyperces csárton maradt, hát ugye ez volt ez a fölcsapkodás mozgás, és utána elkezdtünk lecsorogni, és csorunk lefele folyamatosan, úgyhogy nem fogunk ma 38.000 fölött zárni, úgyhogy ez a kitörés, hogy 38.000-et áttörjük, ez nem lett megerősítve, szóval nem törtük át a 38.000-et, és akkor nézzük mondjuk napi nézetbe. Ugye van egy lefele tartó trendünk, amit ugye már betéve ismerünk, itt a trendvonalunk, nyomja le az árat, innen volt a nagy lekorrekciózás, és akkor a mai nap, látjuk, hogy a mai nap gyertya is egy eléggé csapkodós gyertya, és jelenleg pirosban van a gyertyánk, úgyhogy úgy néz ki, hogy alacsonyabban zárunk, mint nyitottunk. Ez nem egy annyira jó jel, úgyhogy hát én abban biztos, hogy legalább elérünk ezt a 40.000 dolláros szintet, és akkor itt a trendvonalnál fordulunk, ott szerettem volna egy komolyabb short pozíciót indítani, de jelenleg ez nem történt meg. Holnap, illetve nem holnap, pénteken lesz az opciózárás, ugye futures piac zárás, ugye akkor napcsapkodás jöhet, úgyhogy lefele is mehetünk, fölfele is, általában ugye akkor nagy az opciózáráskor szeretik a piacot megtornáztatni. Úgyhogy jelenleg nem zárunk 38.000 fölött, nagyon úgy néz ki, és továbbiakban is ugye megvan az, hogy nem megyünk 30.000 dollár, 29.000 dollár szintekre, ugye sokan várják, hogy még leszólunk oda. Azért látjuk, hogy például, amikor leszóltunk ezekre a szintekre, akkor bejött nagy volumen, szóval látjátok, hogy amikor lejjebb szúrtunk, például tegnap előtt is,
megjöttek nagyon volumenek, egyébként ma is volt jó volumen, úgyhogy visszatértek, azért jöttek vevők. Oké. Bitcoin short pozíciók, hát látjuk, hogy ugye a short pozíciók folyamatosan emelkedtek, most elkezdtek csökkenni, ez még nem azt jelenti, hogy annyira lecsökkentek volna, minden esetre ez egy picit jobb hír, hogy mert nincs annyi short pozíció, ha elkezdenek újakat nyitni, akkor viszont tuti, hogy még le akarják nyomni az árat. Jó, dominancia talán egy picit visszakorrigált, nem sokkal, 43 környékén vagyunk, hát valószínűleg, mert amit mondtam már, ugye elmúlt a 44-45-ig is. Jó, feltétlenül írd be a chatbe, hogy melyik a kedvenc altcoinod, mert most nem néznénk mindent végig, és ha beírod a chatbe, akkor azokra inkább rá fogunk nézni nagyobb esély, úgyhogy írd be, hogy melyik a kedvenc altcoinod, amire nézzünk rá. Ethereum 2400 körül van, Ethereum egész szépen menetelt fölfele, Ethereum is ugye lefele trendben van, nagyon eltávolodott a trendvonaltól, trendvonal jelenleg, megpróbálom nem nagyon elrángatni, a trendvonalunk jelenleg majdnem 3000 dollárnál van, hát attól most már elég messze vagyunk, és látjuk, hogy volatilis volt, tegnap előtt voltunk 2160-nál is, a mai nap meg voltunk 2700-nál is, ugye ez a 3 nap különbséggel ez a mozgás fölfele 25%, de ugye a lefele mozgás is ugye bőven meg volt 30-40%, ami lefele mozgás történt. Ethereumban is jött egy kis forgalom, azt látjuk. Pár coin picit pampolódott ma, de ez még nem jelent semmit. Gála ugye egész szépen fönn van, de ez nem jelenti azt, hogy még itt törte volna a trendet, szóval ez még nem jelenti azt, hogy kint vagyunk a vízből, Helium is jól néz ki, hát ezt a trendet talán töri, de hát nagyon alacsony szinteken volt, ugye látjuk, hogy teljesen visszatesztelt a Fibonacci kiinduló szintet, teljesen visszatesztelt. A Helium is, ha jól emlékszem, rajta volt, hogy részt kell bevenni a Trustba. Jó, mostanra egy picit visszaestek már a főbb coinok árai. Érdemes így a piacot követni, nézzük meg a strongot, mint a kiraktam volna ide. Igen, Solana strong USD. Ugye strong most már elérhet a KuCoin-on is. Ugye tegnap kérdeztétek, az oktatás, hogy milyen szinteket látok, hát ez a 400 dollár, ez egy fontos támasz a strongnak. Be is jelöljük itt egy fontos támasz, a 400 dollár. Az, hogy lemegye oda, most vissza tesztelni, azt nem tudom. De itt mindenképpen egy fontos támasz ez a szint, és ugye innen pattantunk el pár nappal ezelőtt, és most egy picit megindultunk fölfele, de január közepén is voltunk már 700 dollárnál, úgyhogy strong volatilis, föl is, le is volatilis, nagyon gyorsan és napon belül is tud menni, főleg a Uniswap-on, ahol ugye a likviditás nem mindig teszi lehetővé egy-egy nagy tételnek az azonnali adását, illetve vételét. Oké. Akkor még egy dologra nézzünk rá, ugye ment a nagy pánik a memóval, ugye ami Time-ból lett V-memó, és ugye a V-memóval az volt a várakozásunk, hogy nem lesz annyira volatilis, hát úgy néz ki, hogy mégiscsak volatilis. Tegnap este óriási esés volt, erről az 50 ezeres szintekről leszúrt egészen 20 pár ezerig, megfeleződött az ár, és ez nem más volt, mint ugye az abrakadabra manin, kvázi a tőkátiteles pozíciók, ahol ugye a VMMO fedezetére fölvettek hitelt, és ugye ezeknél beindultak ugye maga az orderek elkezdtek kiütődni. Ugye ez ilyenkor azért is van, mert ugye a VMMO-nál ugye nagyon magas az API, sokan nem tudták, hogy valójában micsoda. Az, hogy most mit lesznek a tervek, még nem néztem át minden, de az, hogy holnap jövök majd egy videóval. Ugye kicsit persze csalódás nekem is, meg azonom sokatnak csalódás a VMMO, viszont azt látom, hogy ugye a Daniel, Sifu, meg ugye dolgoznak, és azért létrehozták már pár projektet, szóval itt van a Abracadabra Money, Wonderland, Popsicle Finance, meg még nem is tudom melyik a Daniel projektje, és ezek mind
mind működnek, most a sushi swap is az egyik élet, szóval mind működnek, és azon egész komoly dolgot próbálnak létrehozni. Valamiért a befektetők valószínűleg itt ez direkt megtámadták, valami egy pletyka, hogy a trader, azért, hogy a Trader Joe-ról átvitték az egészet a sushi swapra, így a Trader Joe befektetői egy picit itt elkezdtek besortolni VMMO-t, és ugye elindult ez a lefele való likvidálás, mert ugye sok-sok befektetőnek volt pozíciója ezen a szinten, azért is, mert ugye a VMMO körülbelül azt mondjuk, hogy ez a 45-50 ezer dollár körül van az a szint, ami hogy backelt, ami mögött ott van érték a treasury-ben. Csak ugye a treasury nincs úgy fölkészül, hogy most valami beindul, és éppen alszanak, és akkor az éjszaka közepén, amikor alszanak, akkor nem fog egyből visszavásárolgatni, meg ugye ahhoz be kell tenni az ordereket, nem automatikusan működik ez a visszavásáros, ezt nem is mondta soha senki, hogy automatikusan működik, lehet, hogy időnként vásárolnak vissza, viszont sokan felvettek valószínűleg hitelt, akik azt mondták, hogy hát ez úgyse fog esni 50 ezerre, mert ott van a bekkelés szint. Na hát ugye ezzel tévedtek, mert a bekkelés szint nem azt jelenti, hogy 50 ezer alá nem tud bemenni, és ezt most legalább így tudjuk is, mondjuk én nem gondoltam, hogy nem tud bemenni alá, vagy hogy a bekkelési szint az ilyen kőbevésed, viszont azt gondolom, hogy ez okozta ezt a nagy short, hogy ez egy nagy kirázás, vagy egy nagy long squeeze, ami egyébként valószínűleg itt pár bán, ugye volt egy élő közvetítés, amit néztem, ami ezt föl, éppen amikor ez történt, akkor ők élőben közvetítettek, ugye én ezt visszanéztem, hogy pár bán a nagyon nagyot vett, és látjátok a gyertyák nagyságában, hogy mekkora mennyiség jött, mekkora mennyiség jött be ebbe az időszakba, úgyhogy meg tízszereződött a mennyiség abba a pár órába, és ugye abban is bíztak, hogy akkor ha maga a treasury-ből elkezdnek vásárolni, és akkor itt megveszi az olyan, hát majd jönnek, és a treasury visszavásárolja mondjuk följebb, mert a 35 ezer is még az a szint, amikor vásárolni kell. Lehet, hogy ezt most direkt nem teszik, nem tudom, hogy mi történik. Meglátjuk, nekem még azért van bizodalmam ebben. És minden esetre ez ugye egy kiváló projekt arra, hogy itt megtapasztaljuk a két végletét, ugye ugyanannak a dolognak, mert tudjuk, hogy a meleg és a hideg az valójában a hőmérsékletnek a két véglete, és ugye azt, hogy egyszer fenn, egyszer lenn, ez ugyanúgy ugyanannak a dolognak, a gravitációnak a két vége. Holnap igyekszem kijönni egy videóval, nem, én még nem írnám le a projektet, nem temetném, nem adom, mert igazából teljesen mindegy, szóval azzal, hogy most eladnám, nem menteném meg azt, ami benne van, úgyhogy én hiszek abban, hogy ők azokkal a befektetésekkel, amit a Treasury kezdeményez, komoly projekteket hoznak, és nem ez az API dolog, ami látjuk, hogy ugye nem feltétlenül működik, tartja el majd a projektet. Az, hogy az abrakadabra manival összejönnek, szerintem annak is lehet jó oldala, nem is tudom, hogy miért volt a kettő külön, minden esetre jövök majd hírekkel, addig is mindenki eldönti, mit csinál. Ugye, hogyha valakit elad az alján a legnagyobb pánikba, és ebből a projektből lesz valami, és mondjuk visszamegy a 10-20-szorosára, vagy azokra a szintekre közelébe ahhoz, ahol korábban volt, akkor az nagyon fogja bánni. Aki meg még nem volt benne be a projektben, és ebből a projektből lesz valami, akkor azt gondolom, hogy ezeken a legnagyobb pánikban, amikor egy projektet ütnek, és egy projektet szívnak, és a csapat dolgozik azon, hogy jó dolgot adjanak, és az a jó dolog be fog teljesülni, akkor ugyanúgy az megutalmazza azokat, akik kitartanak, vagy akik mondjuk az ilyen nagy esésekben vesznek. Persze ettől még nagyon-nagyon kockázatos, az egész elmehet a levesbe, az egész eltűnhet, bármi történhet vele. Oké, ennyi volt így a mai napra. Kérlek egy kövér lájkot, ha még nem nyomtad meg, és találkozunk a holnapi nap. Örülök, hogy itt voltál, csodás szép napot, további sikeres hetet, hajrá, szia!